Mint az az E.ON kommunikációs osztályától kapott tájékoztatásban olvasható, kedden reggel 8 óra 3 perckor érkezett a bejelentés a gázszolgáltatási hibáról a Horváth István lakótelepen. A szakemberek fél órán belül a helyszínen voltak, és megállapították, hogy az egyik berendezés beépítése során gondatlanságból felcserélték a víz és a gázcsövet, amelynek következtében nagy mennyiségű víz jutott a gázvezetékbe. A technikai hibát kora délutánra hárították el az E.ON munkatársai, késő este pedig már lehetett használni a gázkészülékeket. Kellemetlen volt, de mindenki követel hibát, és sajnos ennek a elkövetett hibának úszta meg, vagy szívta a 32 lakó közösség, túléltük. Úgyhogy nem haltunk bele, mindenki meg tudott fürdeni, tisztálkodni úgy, ahogy kellett. Más dolog, hogy tegnap este, mikor 11 óra körül lett gáz, olyan jót zuhagyoztam. A meghibásodás két épületet érintett, 32 lakásban nem volt gázszolgáltatás. Arra, hogy hogyan történhetett meg a két cső összekeverése, több elmélet lehetséges. Feltételezem, hogy feketén, tehát nem legálisan készült a dolog, mert gáztervet kellett volna készíteni. Kéményengedély, stb. És akkor ugye több kézen keresztül megy, akkor már nem fordulhat ilyen elő. Hát valószínű az illető nem értett hozzá. Egyszerűen nem is értem, hogy lehet a vízvezeték csövet összekeverni a gázcsővel. Hiszen a vízcső az horganyzott vagy műanyag, a gázcső meg fekete acélcső, legalábbis ezekben a régi épületekben. Az épület gépész üzemmérnök azt is elmondta, most nem történt a hibából nagyobb baleset, de akár életveszélyes sérüléssel is járhatott volna a figyelmetlenség. A legrosszabb esetben gázrobbanás történhetett volna, mert ugye a vízvezetékbe belekerült azon kívül a gáz, és azon kívül hát megmérgezhette volna az egész lépcsőházat, vagy akit érint az egész háztömböt. Nem tudom, itt nem ismerem a helyi dolgot, hogy lehet külön lépcsőházanként, vagy pedig az egész épületet egyszerre kizárni. A megnyitott munkaárkok betemetését, a betonozással, aszfaltozással járó munkákat a napokban végzik az E.ON szakemberei.